Üdvözlök mindenkit a mai videóban, a borderline személyiségzavar diagnosztikai kritériumairól lesz szó, ez a DSM-5 alapján lesz, ami a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve. A borderline is ugye egy spektrum, ugyanúgy, ahogy a narcizmus, tehát nem mindegy, hogy valaki ezen a skálán hol helyezkedik el. Itt a DSM-5 szerint 9 pontból minimum 5 szükséges ahhoz, hogy valakire azt mondhassuk, hogy köze van a borderline-hoz, és elkezdjünk gyanakodni arra, hogy esetleg személyiségzavarban szenved. Akkor most nézzük át ezt a 9 pontot, és mint ismétlen minimum 5-nek kell egyeznie. Első pont, félelem az elhagyatástól. A borderline emberek ugye azok állandóan szoronganak, ha a párjuk elmegy nélkülük valahova, akkor extrém mértékű szorongást élik meg, megélik az elhagyatottságot. Amúgy azt még hozzátenném, hogy ugye a borderline zavar, nagyon sok átfedés van itt a Cluster B-ben, a B-csoportos személyiségzavarok között. A B-csoport, ez az úgynevezett drámai csoport a személyiségzavaroknál, ide tartozik a hisztrionikus, a borderline, a narcisztikus és az antiszociális, aki régen a pszichopata volt. Tehát itt nagyon komoly átfedések vannak. És ami például egy borderline-ra jellemző, sok esetben jellemző ugyanúgy egy hisztrionikusra, vagy egy narcisztikusra is. Akkor nézzük tovább a pontokat. Kettes pont, instabil kapcsolatok. Tehát igen, az interpersonális, tehát a személyközi kapcsolatai a borderline-nak azok teljesen instabilak, mint a magánéleti, tehát a párkapcsolata, vagy pedig a baráti társasága. Azt látod, hogy egy borderline az állandóan cserélgeti maga körül az embereket. Nincsenek stabil, állandó emberek az életükben, folyamatosan változik, állandóan változik a baráti köre, a párkapcsolatában is ugye állandóan változik, mindig folyamatosan változik, nem tud úgymond senkit húzamosabb ideig maga mellett tartani, ezért aztán időről időre lecserélődik körülötte mindenki. Borderline-oknál jelen van az úgynevezett ugye hasítás is, ez egy primitív védekezési mechanizmus, tehát borderline az valamit vagy fehérnek, vagy feketének lát. Nem látja a köztest, a szürkét. Tehát ha nézünk egy adott szemét, akkor az a borderline-nak vagy tökéletes, maga az Isten, vagy pedig maga az ördög, az az adott személy. Tehát nem tud köztes dolgokat látni. Teljesen a végletek között ugrál. Egyik végletből ugrik a borderline, a másik végletbe. Vagy tökéletes valaki, vagy a legundorítóbb ember a Földön. Nincs köztes. És ugyanúgy, ahogy a narcisztikus is, a borderline is például jellemző ugye az, hogy idealizálja a partnert, vagy leértékeli a partnert. Ez a narcisztikusnál is ugyanígy van. Hármas ponthoz érünk, identitás, zavar, igen, instabil önkép, önértékelési gondok, teljesen változik állandóan minden a borderline-ban, ott semmi sem állandó bennük, hol elfogadják magukat és jobban vannak magukkal, hol pedig azt sem tudják, hogy kicsodák, micsodák, hova tartanak az életbe, tehát fogalmuk sincs magukról. Négyes pont, impulzivitás az életet több területén. Jellemző rájuk a vásárlási mánia, tehát felelőtlen pénzköltés, két kézzel szórják a pénzt, nem tudnak mértéket tartani, állandóan költekeznek, vásárolnak, mínuszba megy a bankszámla. Ez jellemző rájuk a szex területén is, nagyon gyakori, hogy állandóan váltogatják a szexuális partnereiket is. Aztán szerfüggőség, ugye gyógyszerek, drogok, alkohol, felelőtlen autóvezetés, imádja a sebességet, a veszélyt, az adrenalint, evési zavarok a borderline-nál, tehát hogy hol tényleg feleszi az egész hűtőt, aztán utána jön a büntetés, utána bünteti magát, akkor elkezdi magát hánytatni, koplal napokig, nem eszik. Ötös ponthoz érkezünk, szuicid hajlamok, tehát hajlamosak az öngyilkosságra. Nagyon gyakori ugye egy borderline-nál, hogy fenyegetőzik az öngyilkossággal, és sajnos a borderline-oknak körülbelül 10-15%-a nem csak fenyegetőzik, hanem meg is csinálja az öngyilkosságot. Aztán ugye ott vannak náluk a falcolás, ez azt jelenti, hogy önsértő cselekedeteket csinálnak, vagdossák magukat, csikkeket nyomnak el magukon. Ezt azért csinálja a borderline, mert egy olyan érzelmi viharba keveredik bele, ahonnan csak úgy tud kijönni, ha egy nagyon erős testi fájdalmat okoz saját magának. Mivel ilyenkor az agyban olyan kémiai anyagok szabadulnak fel, ami
csökkenti az extrém mértékű lelki fájdalmukat, amit átélnek. Tehát testi fájdalmat okoznak maguknak, hogy a lelki fájdalmat enyhítsék, tompítsák. Hányos ponthoz érünk? 6-os. Állandó hangulat, ingadozás, borderline mellett állandó az érzelmi hullámvasút, érzelmi szabályozási zavar, impulzív dükkitéréseik vannak, dobálják a tányért, törnek, zúznak, fejüket képesek beleverni a falba, és a többi. 7-es pont. Krónikus üresség érzése, hát magányosnak érzi magát egy borderline az eseteknek a döntő többségében, és ezt is úgy próbálja kompenzálni, hogy impulzív viselkedéssel, tehát gyakori itt is, hogy szerhasználattal próbál ugye ellenhatni a krónikus üresség érzés ellen. 8-as ponthoz érünk. Harag kontrollálásának nehézsége, tehát igen, fokozott agresszió, kontrollálhatatlan indulatok, verekszenek, tényleg bárkinek képesek neki menni fizikailag is, tehát nem tudják a viselkedésüket semmilyen formában egyszerűen kontrollálni. Nincs kontrolljuk az impulzivitásuk felett. És akkor egyben elérkezünk a 9-es ponthoz. Paranoid gondolatok, nagyon gyakori ugye, hogy úgy érzi egy borderline, hogy valaki követi őket, leskelődik utánuk, és lehetnek ugye diszociatív tünetei is, tehát szétesnek memóriában, kiesnek nekik dolgok, téveszmés gondolatokhoz ragaszkodik egy borderline, ez nagyon gyakori, hogy elkönyvel valamit valakiről, és ehhez minden áron ragaszkodik, nem képes senki meggyőzni, hogy nincs igaza. Tehát például elkönyvel egy borderline-nő, hogy a barátjának van egy szeretője, és holott amúgy nincs is, de ezt elkönyveli magának tényként, és úgy is viselkedik ugye a párjával, mintha neki tényleg szeretője lenne, de valójában nincs. Tehát ez lett volna a 9 pontunk, és ebből minimum 5-nek kell egyeznie, hogy valakire elkezdhessünk gyanakodni, hogy köze van a borderline személyiségzavarhoz. Lesz erről még sok videó a borderline-okról, ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Csatornámon sok anyag van, lehet, hogy valamely kérdésedre már megtalálod a választ, kérlek nézz szét. Köszönöm a figyelmet!